30 napi rendi pont szerepelt a Magyar Kanizsai Községi Képviselő Testület ülésén. A képviselők többek között döntöttek több rendeletjavaslatról is, valamint több községbeli intézmény 2020-as évi munkaprogramját is elfogadták. Napi rendi pontként szerepelt a Magyar Kanizsai Idegenforgalmi Sportüdülő Központ részletes szabályozási tervének kidolgozása is, melyet Tóth Vilmos építész ismertetett. A sportüdülő központ Magyar Kanizsán a 13. blokkban helyezkedne el. Hogy nekünk egy flexibilisabb tervet tudjon majd készíteni az az intézmény, ki ezzel meg lesz bízva, tehát tervről van szó. Egy részletes szabályzási tervről van szó, a tulajdonjogoknak a módosításához is szükséges ez a terv, és hogy nagyobb lehetőségünk legyen arra, hogy azon a területen mindazokat, amiket a városrendezési nagy terv előlát, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Az ülésen ismertették a 2020-as évi Magyar Kanizsai Községi Helyi Cselekvési Foglalkoztatási Tervet is, amelyben arra is kitértek, hogy 4 hónapon keresztül 25 személyt foglalkoztatnak majd a helyi közmunkaprogramban. A község által 4,3 millió dinár RAL tulajdonképpen közmunkaprogramot hajt végbe az idei évben is. Ez egyedülálló a környékünkben, és ez egy nagyon pozitív dolog, ha tudjuk azt, hogy ez a közmunka legnagyobb részben a kommunálásznál és a helyi közösségeknél valósul meg. Az ülésen egyebek mellett elfogadták több községbeli intézmény idei munkatervét, valamint egy új összetételű községi választási bizottságról is döntöttek a képviselők.